A vasárnapi parlamenti választás legnagyobb vesztese a Jobbik, amelynek szimpatizánsai nemet mondtak a baloldallal kötött koalícióra. A párt frakciója 26-ról 9-re csökken, az államtól kapott támogatás összege pedig 2 milliárdról 600 millió forintra apad. A kudarc miatt többen is támadták Jakab Pétert, aki a választás másnapján Márki-Zay Péterre tolta a felelősséget. Varganom Andrea, a párt egykori parlamenti képviselője a Facebookon úgy vélte, Jakab Péterék kidobták a családi ezüstöt, s azt hitték, plékkanállal nagyot tudnak meríteni. Vendégem pedig a stúdióban Varganom Andrea, a Jobbik egykori országgyűlési képviselője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Igen, is mosolygott, amikor elhangzott a bejátszóban ez a mondat. Most is így gondolja? Igen, hát az embernek, amikor egy ilyen kudarccal szembesül, óhatatlanul feljönnek olyan gondolatok, amelyek normális körülmények között nem. De ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és mindannyian tudtuk, hogy ez lesz a vége. Mire gondolt akkor, amikor Orbán Viktor bejelentette április 3-án a kormánypárti győzelmet? Akkor is örült? Nem örültem, mert azt gondolom, hogy a kétharmados felhatalmazás Magyarországon túlzó. A kétharmados kormányzás olyan fajta alapvetéseket megenged egy kormánynak, egy kormányzó párt szövetségnek, amelyek talán elbizakodottságra, a túlhatalommal való inkább élésre, mint sem a polgárokat érdeklő és a polgárok érdekeit érdeklő ügyek kezelésében bontakoznak ki. Azért az elmúlt 12 évben a Fidesz nagyon sokszor arrogáns volt, nagyképű volt, úgy érezte, hogy ő mindennek a kulcsa, és ő határozhatja meg az emberek mindennapjait és életét. Az eredmények viszont őket igazolták. De jött az elmúlt pár hónap, jött a Covid, jött a háború, és ekkor az emberek azzal szembesültek, hogy számukra egyetlen egy fontos dolog van, hiszen ők egyénileg nem tudják leküzdeni mindezeket a problémákat, ez pedig az, hogy erős kormányzás kell, és az embereknek erős felhatalmazást kell adni annak a kormánynak, akit választanak. Az ellenzéki összefogás még szerintem most is keresgéli azt a 8-900 ezer Jobbikos szavazót, akivel egyébként számoltak a választási matematikában, és Iffer András, az LMP korábbi alapítója, vagy a LMP alapítója mondta, hogy ez nem olyan, hogy 2 meg 2 az 4 vagy 5, hanem 2 meg 2 az egy ugye kiderült itt a választási matematikában. Hová tűntek ön szerint a Jobbikos szavazók? Nem csak a Jobbikos szavazókból áll a 900 ezer szavazat hiány, hiszen annyival kevesebben szavaztak az összellenzékre most, mint 2018-ban. Bizony a baloldalaktól is átszavaztak jellemzően a Fideszre, azok a polgárok, akik biztonságra szavaztak most. Azok a polgárok, akik azt látták, hogy egy veszekedős összellenzék van, ahol nem az együttműködés, hanem a kiszorítósdi volt igazából a jellemző, nem volt kormányprogram, fontos kérdésekre nem úgy válaszoltak, ahogy a polgárok elvárták volna, és ami a legfontosabb, Márki-Zay Pétert nem készítették föl erre a szerepre. Az ember nem úgy lesz miniszterelnök jelölt, hogy egyszer csak azt mondják neki, hogy te holnaptól miniszterelnök jelölt vagy. Amennyiért az előválasztás. Úgy lesz miniszterelnök jelölt, hogy felkészítem tartalmilag a kormányzásra. Attól, hogy egy ilyen előválasztást, amit én azért alapvetően inkább kiszorítósdínak jellemeztem volna, mint előválasztásnak, attól, hogy megnyer valaki, és ezáltal ő lesz miniszterelnök jelölt, ez mindössze arról szól, hogy kiválasztották az ellenzéki politikusok közül. De ettől még nem miniszterelnök jelölt. Miniszterelnök jelölt azáltal lesz, hogy felkészíték őt, mint politikust erre a nagyon komoly szerepre, amit senki nem volt hajlandó, nem végezték el ezt a nagyon fontos munkát, magára volt hagyva. 2018-ban a Jobbik önállóan indult, akkor már Vona Gábor erre a néppártosodási útra terelte a Jobbikot. Választási vereség lett a vége, de a legnagyobb ellenzéki párt maradt. Vona Gábor lemondott, és úgy tűnik, hogy a Jobbiknak ez a széthullása, ez most beteljesedett, azért azt pontosan lehet látni, nagyon kicsi lesz a frakciójuk is. Ön szerint mi vár a pártra, és mondjuk Jakab Péter elnökre, mi lesz a politikai sorsa? Én azt gondolom, hogy már olyan kevés Jobbik tag van, talán az alkalmazottak a Jobbik tagok, hogy Jakab Péter hatalmát ebben a pillanatban nem veszélyeztíti semmi. Június 30-ával lejár a mandátumuk, de ki lenne más helyettük? Nincs kiből választani. Ez a párt saját magát leépítette, szétforgácsolta. Van, jogi értelemben van, országgyűlési frakciójuk lesz,
vélhetően valamilyen munkát ott el fognak látni. Kapnak állami támogatást. Kapnak nagyon, még mindig sok állami támogatást, abból lehet egy pár embert fizetni, de tartalmi politizálásról már nagyon régen lemondtak, az emberek számára semmifajta önálló üzenet nincs. Mit jelent ma az, hogy Jobbik? Mit érezhet egy ember attól, hogy van egy Jobbik nevű párt, aki annak idején azt a végtelen erős nemzeti elkötelezettséget sugározta, jobboldali párt volt, keresztényi alapokon, az emberek jólétét megteremteni kívánó párt volt. Milyen csodálatos, nem, ahogy ezt így végigmondom, és ezzel lehetett fordulni a polgárok felé, ma pedig egyetlen egy jelzőt ezekből már nem lehet mondani. Ön szerint a Mi Hazánk mozgalom át tudja venni a Jobbiknak az egykori szerepét? Toroczkai Lászlóék nagyot nyertek, bekerültek a parlamentbe, senki nem számított rájuk, akkor lehet, hogy ők lesznek az utódpárt? Ők ezt nem tudják átvenni, mert nincs hozzá sem lelkük, sem képességük. Ez egy nagyon-nagyon szerencsés konstelláció volt, hogy az összellenzék feldarálta gyakorlatilag a jobboldali politikai közösséget, magába szívta, bekebelezte, eltűnt az ellenzéki oldalról a jobboldali erő, és ha tetszik, hanem a magyar társadalom alapvetően jobboldali, ő az ellenzék soraiban is keresi a jobboldalit, hiszen nagyon sok jobboldali érzelmű ember már nem szavazott volna a Fideszre, kiábrándult belőle, és azt gondolta, hogy akkor keres egy másik jobboldali erőt. Ezek szerint a Jobbiknak lett volna keresni valója, ugyanúgy a Mi Hazánk mozgalomnak lett volna keresni valója a Jobbiknak is, ha önállóan indul? Így van, így van. Ne tudja meg a bolgárok közössége, hogy hány órányi vita előzte meg mindezt annak idején még, amikor módon volt beleszólni a Jobbik politikájába. Hány frakciülés, hány olyan összejövetel, beszélgetés, amin megpróbáltuk az értelmesebb politikusok meggyőzni a mindenáron a baloldallal szövetkezni kívánokat, hogy amit az elején mondott, hogy 2 + 2, az csak matematikában 4, a politikában lehet, hogy csak 1. Mi volt a válaszuk rá? Hogy miért kell akkor a baloldalhoz tartozni? Az volt a válasz, hogy 18-ban az ellenzéki szavazók nagyon megfették az ellenzéki pártokat azért, mert hogy nem mondtak le egymás javára az induláskor, és ezáltal a Fideszes kétharmad lett, és ezzel próbálják korrigálni. Csak erre mindig az volt a válaszom, hogy a polgárok csak egy helyzetre reagáltak, és mérgesek voltak. De nem a polgár csinálja a politikát, hanem a politikus csinálja a politikát, akinek politikusan kell a társadalmat teljes mértékben ismerve a döntéseit meghoznia. Igen, ez úgy tűnik, hogy ez tehát egy megugorhatatlan feladat volt a jobbikos politikusoknak. Ahogy a szavaiból kiveszem, voltak épp így elmondva egyszerűnek tűnik, de mégsem sikerült egy semmit sem megvalósítani. Az előbb G. Fodor Gábor egy nagyon fontos mondatot mondott, ez az intellektuális hiány. Az ellenzékből teljes mértékben hiányzik az intellektuális politikai szemlélet. Elitista, nagyképű, fennhéjázó, magasabb rendűnek képzeli magát, de a politikai tartalmat és az eszköztárat illetően viszont rendkívül szegényes, és a polgár ezt látta. Ön kikerül a parlamentből, mi lesz a folytatja a politikát, mi lesz a politikai sorsa, ha lehet így fogalmazni? Hát ha a családomon múlna, akkor biztos nem lennék politikus, mert a szüleim most nagyon örülnek, hogy nem indultunk a reformerekkel, ugye azzal a párttal, amit 2 évvel ezelőtt megalapítottunk. De nem tehetem meg, hogy nem politizálok tovább. Természetesen az eredeti hivatásom ügyvéd, az igazolványom le van adva a kamarában, természetesen azt idővel fel fogom venni, és ezt a gyönyörű hivatást folytatni fogom tovább, de nagyon-nagyon komoly késztetést érzünk arra, hogy a reformereket felépítsük, és ami számomra aztán a legcsodálatosabb, hogy a politika teljes spektrumából az elmúlt napokban számtalan, kiváló, ismert politikus keresett meg, és azt mondta, hogy igazad volt mindenben, hiszen én ezt már 2 évvel ezelőtt elmondtam, hogy ez lesz ha az a folyamat elindul, akkor ez lesz a végeredmény. Sajnos megint jól jósoltam, és végre sokan komolyan vesznek, és elhiszik azt, hogy én érte kritizálok, és nem ellene. Én amikor megszólalok, akkor a jó ügyért szólalok, meg azt szeretném, hogy valamit nagyon jól csináljunk, és nem az a lényeg, hogy az ember csak beszéljen, hanem az a lényeg, hogy soha ne veszítsük el a reményt abban, hogy az okos gondolatok bizony elhozzák az üdvösséget. Varga Damandra, köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm.